Reggeli rosszul lét vagy betegség, émeigés, fáradékonyság, hányás. Ezek a várandóság első és mondhatni általános tünetei. Azonban van egy pont, ami már nem normális. Felföldi Eszter egy tolnai édesanyja terhessége első trimeszterét nem tudta csodaként megélni, mert egy számára ismeretlen betegséggel kellett szembenéznie. A várandóságom 6. hetében már nagyon hamar kezdődtek a terhesség tünetei. Kezdetben émeigés és hányás, majd aztán súlyosbodtak a tünetek, és pár nap elteltével már a mindennapi teendőimet sem tudtam ellátni. Nagyon sokat hánytam, és nagyon aluszékony voltam, illetve gyenge. Majd amikor már úgy éreztük, hogy ez már súlyosbodik, akkor döntöttünk úgy, hogy kórházba megyünk, ahol vizeletvizsgálatot végeztek, és megállapították, hogy régóta súlyosan ki vagyok száradva, és maradandó szövődményekkel számolhattam volna, hogyha nem jövök idejében kórházba. A tüneteim a 9. héten még tetőztek, ekkor már sem ételt, sem folyadékot nem tudtam magamhoz venni, rendkívül sokat hánytam, nagyon gyenge voltam. Összesen egy hónapot töltött kórházban, és míg a legtöbb kismama súlya ilyenkor gyarapodik, ő ez alatt 13 kg-ot fogyott. A betegség nem csak fizikailag, hanem lelkileg is nagyon megviselte, és nem csak őt, hanem az egész családját. Nehezen éltük meg, mert eddig még sose hallottunk erről a vészes terhességi hányásról. Ugye azt gondoltuk az elején, hogy teljesen természetes egy kismama az elején hány, rosszul van, gyengébb, de egy idő után ez nem múlt el, és akkor kezdtünk nagyon aggódni. És annyira elkezdett legyengülni, kiszáradni, hogy egy idő után nem tudott felkelni az ágyból, vagy kimenni saját maga fürdeni. Úgyhogy akkor már nagyon aggódtunk, akkor pedig bekerült a kórházba, és hát gondoltuk, az infúzió meg minden elkezdett tőle javulni az állapota, de nagyon lassan, tehát nem is, és nagyon le is volt fogyva, legyengülve, nagyon sápat volt, tehát akkor már nagyon aggódtunk. Utána elkezdtünk mi is az interneten mindenfelé kutakodni, hogy mi lehet az oka, mi lehet a háttérben, hát ha tudunk segíteni, mert ugye magyarázatot rögtön nem kaptunk erre. És hát nehéz így megélni, hogy amikor ott egy kismama, és azt látod, hogy egyszerűen épül le az helyett, hogy élvezni, és ki tudná élvezni ezt az elei örömöt a kisbabába, és aggódni kell az egészségügyi állapotáért és a babáért, és ez nagyon nehéz volt mindenkinek, megviselt minket is. Azért kell, hogy tudjanak róla a kismamák, mert különben megijednek, nem tudják, nem mennek időben segítséget kérni a kórházba. És ugye, hogyha meg már nagyon kiszáradnak, nagyon vészes az állapot, akkor... Mert például nem figyel rá senki, a védőnő azt mondja, hogy ez természetes, egy ideig ez van, hányás. De hogyha nem megy be időbe, és a kisbaba vagy az anyuka ezt ugye megsínli a végén, hát azt szerintem visszafordíthatatlan. Tehát mindenképp kell, hogy tudják, hogy a kismama nem biztos, hogy csak hisztizik, mint ahogy szokták mondani, hanem ez tényleg valami olyan betegség áll a háttérben, amivel foglalkozni kell az orvosoknak. Dr. Komáromi Fülöp Zoltán szülésznőgyógyász szakorvost kérdeztük a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról. Igazából ez nem új betegség, ez nagyon rég felismert, vagy régen a látókörünkben volt ez a terhességi vészes hányás. Igazából a reggeli hányás, hányingertől azt különbözheti meg, ami amúgy egy terhességi gyanújel, és elég sok kismamát érint, azt különbözheti meg, hogy igazából befolyásolhatatlan, csillapíthatatlan hányás. Ról beszélünk, ami kezeletlen esetben elmehet egész odáig, hogy a kismama kiszárad, és ebből következnek a problémás dolgok, illetve a kóros életveszélyes állapot. Komoly kockázatokat jelenthet, ha későn kezdik el kezelni a betegséget, a magzat méhen belüli fejlődés elmaradását, vagy akár koraszülést is okozhat. A doktor hozzátette, hogy a magyarországi terhesnők mindössze 2-3%-ánál fordul ez elő, és női ágon öröklődhet. Felföldi Eszter saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyi bonyodalmat okoz az információk hiánya. Hiába kerestük az interneten az okát, vagy bármi más gyógymódot rá, nem nagyon találtunk egy pár cikken kívül. Ezért is döntöttem úgy, hogy ebben a jövőben foglalkozni fogok ezzel a kérdéssel, és az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány segítségével figyelemfelhívó kampányt indítok, melynek célja, hogy a kismamákat támogassuk, akik ebben a betegségben szenvednek, illetve hogy szélesebb körben megismerjék ezt a betegséget, illetve majd a továbbiakban, hogyha a honlapunk elkészül, ott egy kérdőívet tölthetnek ki azok a kismamák, akik ebben a betegségben szenvednek, vagy esetleg arra gondolnak, hogy ez a betegség érinti őket, és ezáltal ki tudunk szűrni belőle olyan dolgokat, hogyha amivel kezelni tudjuk majd.
Ezen kívül a betegség pontosabb kutatását is kezdeményezni fogják. Eszter elmondta, hogy a terhessége 20. hetére épült fel teljesen a betegségből, és minden egyéb kockázat nélkül természetes úton egy egészséges kislányt hozott a világra.